év végére egy egyszámjegyű inflációs célt tudjunk majd sikerrel jelenteni. Ez a boltokra vonatkozó kötelező akciók egyik célja a kormány szóvivő szerint, és már most látszik, hogy a kötelező akciózás jól működik. Ezek az intézkedések fognak folytatódni a jövőben is, hiszen július 1-ével ne felejtsük el, jön az online árfigyelés. Attól is azt várjuk, hogy a vásárlók sokkal alacsonyabb árakon tudnak sokkal tudatosabban majd vásárolni, és értük fognak versenyezni a boltok, nem pedig majd fordítva. A Publikus Intézet kutatása szerint azonban a fideszes szavazók közel fele nem osztja Szentkirályi Alexandra optimizmusát az inflációt illetően. A teljes népesség 71%-a szerint az intézkedés nem tudja csökkenteni az inflációt. Nem meglepő módon a választáson együttműködő ellenzéki pártok szavazóinál ez az arány 91%. Pedig már valóban a szemtől szemben rovatunk. Köszöntöm két vendégemet, elsőként Raskó György, agrárközgazdász. Jó reggelt kívánok! Jó reggelt kívánok! És itt van velem Éder Tamás is, a Felelős Élelmiszergyártók Szövetségének elnöke. Jó reggelt kívánok! Kezdjük akkor a szép kártyával, amiben egy picit bele is bonyolultam az előbb évben, hogy nem vagyok érintett a kérdéskörben, de az biztos, legalábbis nekem úgy tűnik, hogy azért sokan most talán örülhetnek, mert ez egy segítségnek tűnik a családok számára, hogy mostantól kezdve hideg élelmiszert is vásárolhatnak az ezen lévő keretből. Jól gondolkodunk, vagy én is jól érzem, vagy ez nem 100%-ig így van? Azt gondolom, hogy igen. Egy átstruktúrálása zajlik ennek a forrásnak, amit eddig mondjuk vendéglátóipari egységekben, vagy szállodákban költöttek el az emberek, annak egy részét elkölthetik, illetve akár az egészet, bocsánat, ha úgy döntenek, elkölthetik hideg élelmiszerre is. Ez egészen biztos, hogy sok család számára most azt jelenti, hogy nem tudom én, a nyaralásnál csökkentik az étteremben elköltött összeget, és próbálnak a hétköznapokban hideg élelmet vásárolni. Az élelmiszergyártók azon részének jó hír ez, amelyek alapvetően az élelmiszer kiskereskedelem felé értékesítenek, mert oda fogja ennek a forgalomnak egy részét átcsatornázni azon élelmiszer előállítóknak, akik a horeca szektorba érintettek, azoknak inkább egy kellemetlen hír, azt gondolom, hiszen őnekik egyértelműen forgalomcsökkenéssel kell számolni. De miért kell emiatt? Ja, mert hogy gondolják, hogy esetleg nem mennek annyian étterembe például? Azt a forrást, amit étteremben töltöttek el eddig a szép kártyáról, annak egy részét el fogják vinni az üzletekbe, és ott vásárolnak élelmiszert, igen. Hát csak annyit tennék hozzá, hogy az intézkedés egyébként helyes, és valamit segít abban, hogy az a elképesztő mértékű volumen csökkenés, tehát az eladások mennyisége élelmiszer vonatkozásában most már 13-14%-os csökkenést mutat az egy évvel korábbihoz képest. Ez talán valamit az a enyhít. Valójában a családok vagy a vásárlók pénzügyi forrásai olyan mértékben csökkentek, hogy minden olyan segítség, ami ezen a területen valami pluszt ad, az jó a magyar élelmiszer termelőknek is, kereskedőknek is, valamit talán a fogyasztás csökkenésében segít, hogy az nem fog tovább zuhanni. A fogyasztásról beszéltünk eddig, de minden egy kicsit mostanában mégiscsak az inflációról és az árakról szól. Ennek lehet-e bármilyen hatása például az inflációra, akár mondjuk infláció csökkentő értelemszerűen, mert hogy az lenne a célunk? Nem látok ennek az intézkedésnek, hogy infláció csökkentő hatása nincsen. Tehát az, hogy átstruktúráljuk a forgalom egy részét másik csatornára, ez érdemi befolyással szerintem nem bír. És az, hogy mondjuk további 200 ezer forintot rátehetnek a vállalkozók, tehát hogy mondjuk másképp csoportosítják ezeket a pénzeket, ez is ettől függetlenül kezelhető ezek szerint. Ez már egy másik kérdés. Egyrészt nem tudjuk, hogy a foglalkoztatók vannak olyan helyzetben, hogy ezt a 200 ezer forintot ezt úgy simán oda tudják adni a dolgozóiknak. Ez ugye elég friss ez a hír, úgyhogy én még nem hallottam erre vonatkozóan információt, hogy milyen elképzeléseik vannak a munkáltatóknak ezzel kapcsolatban. Nyilván, hogyha ez a 200 ezer forint mondjuk minden egyes hazai munkavállalónál új forrásként megjelenik, akkor az inkább a keresletet fogja növelni az élelmiszerek iránt, tehát akkor az az élelmiszer infláció lassítására nem lesz nem alkalmas, sőt, hát fönt fogja tartani azon a magas szinten az inflációt, mert azért ne felejtsük el, hogy a inflációt valójában a kormány adóintézkedései gerjesztik manapság. Korábban
nemzetközi nyersanyagárak robbanásszerű emelkedése, nyilvánvaló háborús pszichózis is hozzájárult ahhoz, hogy ilyen magas szinten van az élelmiszerinfláció, de valójában az adó különböző címen most legújabb tétel, ami a felelős csomag, nem tudom, te tudod talán pontosabban megfogalmazni, hogy ez... Igen, ez meg fogja emelni az élelmiszerek fogyasztói árszintjét, úgyhogy azt gondolom, hogy az ársapka kivezetés is ebben az évben elfelejtődik, tehát valószínűleg 2024-re húzódik át, és ez egyben azt is jelenti, hogy a kiskereskedőknek elképesztő mértékű plusz költséget jelent az ársapka finanszírozása. És hát aki megteheti, hogy az itteni, azt a veszteséget, ami az ársapkás termékeken keletkezik, át tudja csoportosítani más termékekre, azok jól járnak ezzel az intézkedéssel, akiknek szűk a kínálata, nehéz áttenni ezeket a veszteségeket, ott egészen elképesztő mértékű pénzügyi pozícióromlás van, amit láthatóan a bankok újabban már nem értékelnek, tehát az eddig stabil kiskereskedelmi vállalkozások első osztályú adósokat sorra minősítik le, akkor, amikor egyébként a forgóeszköz hitelkamat pedig hát meglehetősen magas szintre kúszott. Jól csináltam, mert nagyon sok mindent mondott menet közben, de azért ott volt egy apró gondolat, ami értelemszerűen megragadta a figyelmemet, mégpedig az, hogy ársapkák kivezetése az idén nem várható, hanem majd csak 2024-ben. Miközben ugye mindannyian várjuk nagyon a június 30-át, hogy hogyan dönthet majd a kormány, akkor ön szerint ezek szerint kivezetésről szó sem lesz? Miután szoros kapcsolatom van a kiskereskedelmi vállalkozásokkal, határozottan állítom, hogy a beszerzés nem lett olcsóbb. Tehát az, amire várt a kormány, és vár ma is, hogy majd akkor vezeti ki az ársapkákat, amikor a fogyasztói ár és a beszerzési ár közötti különbség minimálissá zsugorodik. Ez nem történt meg, tehát például egy kiló csirkemell beszerzési árán és értékesítési ára közötti vesztesége kereskedőnek most ilyen 600-700 forint körül van, de még olyan egyszerű termékek, mint a cukor esetében is 300-350 forint a minden egyes kiló eladott cukron a kiskereskedő vesztesége, és hát most jött hozzájuk a sertésszomb, ami valóban, amikor az ársapkát bevezették, nem okozott különösebb gondot, tehát nagyjából null szaldóval zárta a kereskedő ezt az eladást. Most ott is 6-700 forint körül van minden egyes kiló sertésszombon a veszteség, ami a kiskereskedő számára jelentkezik. És ez így marad valószínűleg az év második felében is. Tehát amennyiben a kormány július 1-ével kivezetni az ársapkát, bizony egy jelentős élelmiszerinfláció ugrás következne be, és hát kizártnak tartom, hogy ezek után majd valamikor decemberben egy számjegyű infláció történik. Miközben csökkenteni szeretnék, igen. Tehát hogy ezért valószínű Éder úr is egyetért ezzel? Hát ez azért annyit hozzátennék, hogy egyrészt hivatali optimizmusomat azt tartani kell, tehát nekünk, mint élelmiszergyártóknak az lenne jó, hogyha ez az ideiglenes intézkedés, ami lassan másfél éves, ez most már kivezetésre kerülne. Én abban reménykedem, hogy azért a kormányzat sem gondolja azt, hogy a 2022-es februári beszerzési árak vagy árak visszajönnek az élelmiszerpiacon. A világ élelmiszergazdaságában drasztikus áremelkedés ment végbe, úgyhogy nem reális várakozás az, hogy a sertéscomb beszerzési ára most annyiba kerül majd a következő fél évben valamikor, mint másfél évvel ezelőtt. Ez egy téves koncepció, hogyha valaki ezt erre akar építeni. Én abban reménykedem, hogy azzal, hogy azért az infláció, az élelmiszerinfláció is lassú most már több hónapja folyamatosan, méghozzá az elmúlt hónapok során azért már ütemesebben is,
előbb-utóbb a kormányzat úgy dönt, hogy ennek az ársapkának, aminek most már a piaci szereplők viszonyára nézve elég súlyos hatása van, tehát hogy ennek az ársapkának lejárt az ideje, és ki kell vezetni. Én azt gondolom, hogy ezek az alternatív intézkedések, amelyeket bevezettek, legyen ez az akciózás például, ezek helyettesíthetik az ársapkának a hatását, és szétterítik, szétkenik azt a hatást, ami egyébként 6-7 vagy 7-8 termékre koncentrálódik. Én abban reménykedem, hogy előbb-utóbb ezt az intézkedést elfelejtjük. Az áruhiányra még egy pillanatra hadd kérdezzek rá, mert hogy azért többen ugye a vásárlói oldalról azt tapasztalják, hogy több olyan termék, ami egyébként ástoppos lenne, az egyébként nem elérhető a boltok polcain. Az, hogy például a Szépkártyában most majd a hideg élelmiszerek is érintettek lesznek, ez generálhatja azt a hatást, hogy visszakerülhetnek, vagy több kerülhet azokból a termékekből a boltok polcaira, amiből például hiány tapasztaltak, mert az emberek gyorsan azt vásárolták meg? Azt gondolom, hogy ez kiskereskedői döntés kérdése. Ugye a kiskereskedő most arra van kötelező, hogy legalább a hagyományos forgalmának dupláját tartsa. Na most ezen a duplán veszít rengeteget, hogyha még tovább növeli azt a bentartott terméket, amit ebből a termékkörből eladna, még inkább növelni a veszteséget. Termék van, tehát hogyha vásárolni kíván a kiskereskedő többet az ársapkás termékből, a magyar élelmiszeripar ki fogja szolgálni, de nyilván az ő szempontjából ez nem tűnik racionálisnak. Ugye itt ketté kell választani. Vannak a diszkontláncok, amelyeknek az ársapka rendkívül előnyös, tehát ők egyértelműen olyan előnyököz jutottak az ársapkán keresztül, ami például a belföldi élelmiszerpiacon való óriási pozíciószerzés történt, tehát a másfél év leforgása alatt legalább 6-8% pontos emelkedés történt a forgalom arányosan az ő esetükben, miközben vannak a független vegyesboltok, falusi kisboltok, és hát bizony néhány magyar lánc is vesztesként került ki ebből a dologból. Az ő piaci részesedésük óriási dzsugorodott ez alatt az idő alatt, és miután a eladásaik volumene jelentősen csökkent, közben nekik is finanszírozni kell az ársapkát, a bankok hitelezési kedve bizony a szektor felé meglehetősen megcsappant, ami egy újabb gond a jövőt illetően, hiszen a forgóeszköz finanszírozás az egy jóval magasabb árszinten rendkívül megterhelő normál esetben is, és pláne nem akkor, amikor totál veszteséges emiatt a vállalkozás. Urak, nagyon szépen köszönöm, hogy itt voltak ma reggel, és beszélgettünk a témában.